világ egyre gyorsabban változik, és szerintem egyre több ember ébred föl, nem azért, mert szeretne vagy mert kutatja ezt, hanem egyszerűen elkerülhetetlen. Azok a dolgok, amelyek összeesküvés elméletnek számítottak akár csak egy éve is, ma már a közmédiában is szerepelnek, és tulajdonképpen mindenki által elfogadott tények. Az egyik ezek közül az időjárás módosítás. Ebben a rövid videóban erről lesz szó. Mielőtt azonban elkezdenénk, egy cikket szeretnék megmutatni a The Guardian-ből, ami arról számol be, hogy képes-e a CIA az időjárást fegyverré tenni és kihasználni ennek a lehetőségeit, amik ugye természetesen korlátlanok. Azt is hozzáteszik a cím alatt, hogy az egyik vezető klímaváltozás tudós, idézőjelben tudós, arra figyelmeztette a világot, hogy az Amerikai Egyesült Államok titkosszolgálatának érdeklődése az úgynevezett klímaváltozás és időjárásmódosítás területén valószínűleg nem jótékony, és ez nem az első alkalom, hogy a kormányok megpróbálták az időjárást kontrollálni. Arra számolnak be későbbiekben, hogy bár az egész időjárás módosítás és az időjárás, mint egy fegyverzet, úgy tűnhet, mintha egy James Bond filmből származna, azonban ez mára a valóság. Zárójelben megjegyezném, hogy a filmek tulajdonképpen a valóság, és a valóság, a hírek, amit nekünk előadnak, az a fantázia. Megtudhatjuk azt is, hogy két fő vonulata van ennek az időjárásmódosításnak. Az egyik az, hogy a széndioxidot megpróbálják eltávolítani a légkörben, a másik pedig az, hogy a Föld visszaverő képességét megpróbálják növelni úgy, hogy mesterségesen felhőket generálnak, így a napfényt és a napnak a melegségét csökkentik. Pontosabban a Föld felmelegedését csökkentik azáltal, hogy a Földet elérő napfény, illetve a napsugarak mennyisége csökken. Végezetül az derül ki ebből a hírből, hogy egy Alan Roebuck nevezetű karakter, aki arra hívta fel a figyelmet, miközben az úgynevezett nukleáris tél jelenséget kutatta 1980-ban, hogy a CIA részben támogatja a Nemzeti Akadémia, Nemzeti Tudományos Akadémia riportját, melyben a klímaváltozást próbálják valamilyen formában csökkenteni, illetve lelassítani, és a CIA részt vesz ezekben a kutatásokban, ő pedig felhívta a figyelmet arra, hogy mind a mai napig nem magyarázta meg a CIA a szerepét ebben a műveletben. Még egy érdekesség erről az oldalról az, bizonyítván, amit már nagyon régen hangsúlyoztam, és folyamatosan hangsúlyozok, hogy az egész média egy hatalmas manipuláció, minden oldala a játéknak manipulálva van, hiszen Alan Roebuck, ugyanúgy, ahogy Naomi Klein, aki egy híres környezetvédő, benne van ebbe az egészben. A szerepük az, hogy megosszák a tömeget, és azt a látszatot keltsék, hogy valaki harcol az emberekért, és valaki harcol a jó oldalon. Miközben ők azok, akik kitalálják mind a két oldalt, ők azok, akik feltalálják a stratégiát, és vezetik a tömeget előre. Naomi Klein arról beszél, hogy a klímaváltozást a gyökereinél kell megoldani, a széndioxid kibocsátással kell kezdeni, és a többi, és a többi. Teljesen mindegy, hogy melyik oldalra hallgatunk, mind a kettő csak a hazugságot fogja előrevinni. Mielőtt tovább mennék, annyit megjegyeznék, hogy az emberiség által generált klímaváltozás a széndioxid felhalmozódáson keresztül egy hoax, egy hazugság. És egyébként, hogyha az ember belegondol egy kicsit is, akkor rájön, hogy mennyire szánalmas egy hazugság. Amit ezzel ki akartam fejezni, az az, hogy Naomi Klein, Alan Roebuck, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, teljesen mindegy, mindegyik játssza a szerepét a tömegek megvezetésében, hogy eljuttassák a világot oda, ahová az elit már évtizedekkel, hanem évszázadokkal ezelőtt megtervezte. Az, hogy az időjárás kontrollja, illetve a klímaváltoztatás
az nem egy újdonság, az bizonyítja a cikk további része, melyben arról írnak, hogy 99 évvel ezelőtt Suffolkban az Egyesült Királyság hadserege már mesterséges felhőket szeretett volna létrehozni, annak érdekében, hogy a német harci repülőgépeket megtévessze. A második bekezdésben olvashatjuk azt, hogy 67, illetve 68-ban valósággá vált ez a felhőképzés, és a vietnámi háborúban az amerikai hadsereg sikeresen alkalmazta ezt a taktikát, annak érdekében, hogy a vietnámi hadsereg, illetve az ellátmány mozgását megakadályozza, illetve megnehezítse úgy, hogy Vietnám területének mintegy 30%-án sikerült esőzéseket előidéznie. A cikk befejezésként említést tesz a HARP technológiáról, amelyről itt is hallhattatok már, azonban ők úgy állítják be, mint egy sikertelen kísérlet, ami kudarcba fulladt, de egyébként rengeteg elméletet generált. Még egy érdekesség, a bal oldalt látható egy újabb újságcikk, melyben arról számolnak be, hogy a különböző kém ügynökségek, illetve titkosszolgálati ügynökségek azok időjárás kutatásokat szponzorálnak, illetve támogatnak annak érdekében, hogy az időjárást egy fegyverré tegyék, ez legalábbis a kutatóknak a félelme. Ez az az újságcikk, villámgyorsan meg akartam mutatni, szintén a The Guardian-ban jelent meg, azt hiszem, hogy körülbelül 2 évvel ezelőtt. Persze tudom, hogy mindezekre a legtöbben legyinteni fognak, és azt mondják, hogy ez csak egy összeesküvés elmélet. Ezért szeretném megmutatni, illetve bemutatni a következő céget, melynek neve WeatherTech. A weboldalukon mindenki elolvashatja a bemutatkozójukat, illetve azt, hogy mi is az, amivel foglalkoznak, és így láthatjátok azt, ahogy a cég céljait leírják ebben a rövid ismertetőben. WeatherTech legfontosabb célkitűzése az, hogy több százmillió ember számára enyhítse a szárazságokat, illetve extra friss vizet biztosítson. Mindezt egy különleges technológia segítségével szeretnék elérni, mely a nap ionizációs hatását utánozza, ez által akár félszáraz vagy száraz területeken is képes az esőzéseket, illetve a csapadék mennyiségét növelni. Ezáltal WeatherTech a világ egyik legnagyobb friss víz, édesvíz utánpótlása. Természetesen emellett mindez környezetbarát, sőt olyannyira, hogy ők azt állítják, hogy ez gyakorlatilag azonos azzal, ami a természetben történik. Világgyorsan nézzük meg WeatherTech kezdő képét, melyen az ionizációs antennákat láthatjuk, illetve a jelmondatukat, mely annyit tesz, hogy WeatherTech a vízhiány elleni harc új eszköze vagy útja. Amennyiben tovább haladunk, láthatjuk azt, hogy WeatherTech egy ionizációs technológia, mely a csapadékot, úgy mint eső, illetve hó formájában fejleszti, illetve növeli a csapadék mennyiségét több ezer négyzetkilométeres területen akár. Természetesen technológiájuk környezetbarát és a legmagasabb szintű, úgy érik el ezt, ahogy már korábban említettem, hogy ionizálják a víz molekulákat a felhőkben, és ezáltal megnövekszik azok nagysága, illetve növekszik maga a csapadék intenzitása és annak a hossza. Minimálisan 18% csapadék növekedést ígérnek, ahol esőre van szükség, ott ugye a szárazságot képes ez enyhíteni, a mezőgazdaságot támogatja, akár az erdőtüzek elleni harcban is segíthet, valamint extra édesvíz tartalékként működhet. Ahol hóra van szükség, ott szintén az édesvíz tartalékokat növeli, ezen kívül még a gleccsereknek az olvadását is lelassíthatja, valamint a téli turizmust elősegítheti. WeatherTech ugye arról írnak, hogy a globális felmelegedésnek a hatását szeretnék csökkenteni ezekkel a technológiákkal, illetve a közösségeket támogatni. Ezek azok a területek, ahol már sikeresen működik a WeatherTech technológia, ugye az ionizáló antennákkal Svájc, Jordán,
Az Egyesült Arab Emirátusokban két helyen és Ausztráliában is két területen. Ezzel kapcsolatban nézzünk meg egy rövid videót, ahol láthatjuk a WeatherTech technológiát működés közben és az eredményeit is. Gondoltam ezt a részt érdemesebb megnézni videó formátumban, mert szerintem sokkal kifejezőbb, mint a képek. Ez ugye WeatherTech működés közben, és ez időjárás, radar megfigyelés, és ennek a felvételei azok, amiket láthattok itt. Ez a Jordán királyságban történt 2016. december 1-én, és arról számolnak be, hogy gyors fejlődés és növekedés után a kezdeti kisebb cellákból egy kiadós csapadék fejlődött ki, ez a terület, amiről szó van. Amint láthattátok már a korábbi képeken, WeatherTech-nek különböző helyszíneken negatív ionokat kibocsátó állomásai vannak, és ebben az esetben itt ugye egy felhőcsoport vonult át Jordán fölött, elérkezett azokhoz a pontokhoz, ahol WeatherTech-nek vannak az állomásai, és onnan ugye kibocsátották az ionokat, és ennek hatására a csapadék hullott. Nagyjából ez az a stratégia, amit ők követnek. Ugyanez történt december 13-án 2016-ban, szintén Jordán területén, és ebben az esetben nyugat felől érkezett a felhőzet, elérte szintén az állomásokat, és ugyanaz történt, mint ami az előző esetben, hogy kiadós csapadék hullott Jordán területére. December 14-én, azaz egy nappal később arról számolnak be, hogy egy kezdeti gyenge csapadék az ionizáció hatására sokszorosára növekedett. És ennek a hatása az ország távolabbi részeiben is érződött a későbbiekben, hiszen ott is több csapadék hullott. A technológiáról már volt szó korábban, azonban nézzük meg még egyszer. Nagyon egyszerű az egész folyamat. Olyan felhőket bocsájtanak az égben, melyek negatív ionokat tartalmaznak, és aztán ezek reakcióba lépnek a felhőkkel, és növelik az eső celláknak a nagyságát, valamint az eső intenzitását, illetve annak hosszát. Azt is megtudhatjuk még, hogy mintegy 150 esetet tudhatnak már maguk mögött, amikor ez a technológia sikeresen működött világszerte, illetve amit még elárulnak, az, hogy ezt a negatív ionizációs folyamatot vagy rendszert használják egyéb területeken is, ahol jobb egészségügyi vagy munkakörülményeket szeretnének biztosítani a dolgozók számára, úgy mint kórházakban vagy irodákban levegő ionizáló készülékekkel, hogy ez mennyire egészséges, azt nem tudom, ők azt állítják, hogy az. Még egy dolog itt zárójelben, a legalsó bekezdésben láthatjátok azt, hogy elismerik azt, hogy ez a technológia sokkal hatékonyabb és környezetbarátabb, mint az eső felhőknek a kreálása repülőgépekről. Tehát az, amikor az emberek vitatkoznak, hogy a chemtrails az nem létezik, és ez csak egy összeesküvés elmélet, itt egy újabb bizonyíték arra, hogy ez igenis működik. Még annyit hozzátennék, hogy a Müncheni Biztonsági Konferencia, megtudhatjuk itt a legalsó bekezdésből, úgy határozott, hogy a WeatherTech technológiája az úgynevezett fekete hattyú technológia, mely a megfelelő megoldás a megfelelő időpontban annak érdekében, hogy egy globális hatást érjünk el a klímaváltozás elleni harcban. Ebben a táblázatban láthatjuk összefoglalva a WeatherTech technológiájának az alkalmazási területeit. Ugye bal oldalt arról számolnak be, hogy az eső területén mi az, amit el tudnak érni. Az egyik ugye az, hogy növelik az eső, illetve a csapadék mennyiségét, ugyanúgy, ahogyan a természetben történne, csak mesterséges módon. Ezen kívül az eső celláknak a nagyságát, illetve az eső intenzitását tudják növelni, és több ezer négyzetkilométer területről van szó. Ezen kívül, ugye ha hóról beszélünk, akkor hasonló
eljárás, illetve hasonló eredmények azok, amiket el tudnak érni, és ahogy említettem korábban, több pozitív hatásról is beszámolnak, ezeket nem ismétlem el újra. Ennél érdekesebb azonban ez a két alkalmazási terület, az egyik ugye a mesterséges felhőkről beszél, és arról, hogy ezzel a technológiával felhő takarást lehet elérni. Ennek a haszna szerintünk legalábbis az, hogy a hőmérsékletet mintegy 5 Celsius fokkal vagy többel is lehet csökkenteni, és amennyiben rendelkezésre áll megfelelő páratartalom, ugye amikor túlságosan magas a hőmérséklet, hőhullámok érik el az országokat vagy területeket, akkor ezzel életet menthetnek meg, valamint a légkondicionáló készülékeknek a használatát csökkenthetik, melyel energiát tudnak megtakarítani, vagy pedig a vízmennyiséget, melyet öntözésre használnak, szintén csökkenteni lehet, az élet minőséget pedig javítani. Amikor azonban ködről van szó, talán ez a legérdekesebb az összes közül, amennyiben nincsen szél, vagy nem annyira erős a szél, akkor működik leghatékonyabban a technológia. Növekszik a ködcseppeknek a nagysága egészen addig, amíg csapadék vagy akár eső keletkezik belőle. Ugye azt mondják, hogy ezzel képesek a biztonságot növelni, akár repülőtereken, vagy kikötőkben, autópályákon, azáltal, hogy csökkentik a köd mennyiségét, ezen kívül extra édesvizet adnak a tartalékokhoz. Megtudhatjuk azt, hogy ez a lehető legkörnyezetbarátabb technológia ezen a területen, nincsenek vegyszerek, melyeket felhasználnának, mellékhatásai, illetve semmiféle hulladék nem keletkezik. Ezen kívül ugye középen mutatja az ábra, arról beszélnek, hogy negatív ionokkal dolgozik, melyet amúgy is használunk az élet különböző területein, illetve napenergiával működik a rendszer, úgyhogy ezen a területen is környezetbarát. Ebben a táblázatban azt láthatjuk, hogy melyik technológia a leghatékonyabb, amikor az édesvíz termelésről van szó, vedörtek az első oszlopban, utána pedig az úgynevezett felhő gyártás vagy felhő ültetés, ami tulajdonképpen a chemtrail technológiára utal, illetve ezen kívül a só eltávolítása a sós vízből, a harmadik oszlopban is magasan, ugye vedörtek a legjobb. Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy a chemtrail az nem egy összeesküvés elmélet, hanem ez folyik évek, évtizedek óta. Az utolsó eleme ennek a táblázatnak, ahol is arról van szó, hogy milyen a végtermék, és mindenkinek a figyelmébe ajánlom, a középsőt, ez a chemtrail, amit nap mint nap látunk magunk fölött az égbolton, ilyen eredménnyel jár. WeatherTech ugye tiszta édesvizet termel 100% vízmolekulákkal, semmiféle ásványi anyag hozzáadása nem történik meg, és tökéletes a növények számára. Míg a középső oszlopban, ugye ami a felhő gyártás, illetve a repülőgépről szórt különböző kémiai anyagok segítségével történő felhőkészítés végeredménye, itt a vízmolekulák mindenféle kémiai anyagokkal vannak összekeveredve, mint ezüstjodid, aztán potasszium-jodid, illetve cementpor. Ez kis mennyiségben is mérgező, és bekerül a táplálékláncba az élőlényeken keresztül, ugye a növényeken és az állatokon keresztül. Míg a sós vízből a só eltávolításával nyert víz az amúgy is sós marad ennek a folyamatok az eredményeképpen, úgyhogy ez nem feltétlenül egy járható út. Természetesen mindig a pozitívumokat hangsúlyozzák, és az, hogy mennyire nagyszerű lesz ezzel az emberek élete, hogy megrendelésre időjárást tudunk biztosítani, amilyet csak szeretnénk, itt eső, ott hó, ott napsütés, ha éppen síeléshez kell egy kicsivel több hó, nem probléma, ha napsütés kell, hogy még egy hónapon át a turista szezon tartson, az sem gond. Nem tudom, hogy az emberek hogy gondolhatják ezt komolyan, hogy egyszerűen csak úgy fogunk szórakozni az időjárással, mint ahogy valaki megrendel az étteremben egy pizzát, amit összeállít a saját ízlésének megfelelően. Ki dönti el azt, hogy melyik terület
lesz például az, amelyik elsőbbséget élvez. Ki fogja eldönteni azt, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami másodlagos, harmadlagos, melyik az a művelet, amit éppen bevetünk annak érdekében, hogy megváltoztassuk az időjárást. De a borzasztó nem is ez az egészben, hanem az, hogy mindez egy hazugságra épül. Arra a hazugságra, hogy a széndioxid kibocsátás miatt a Föld éghajlata és időjárása megváltozik. Ők azok, akik megváltoztatják az időjárást ugyanazzal a technológiával, melyet most felajánlanak számunkra, mint megoldás azokra a problémákra, melyeket ők generáltak és generálnak évtizedek óta. A valóság megértéséhez fordítva kell gondolkodnunk, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Először mindig megnézzük az eredményt. Ki az, akinek haszna van az eredményből? Utána megnézzük, hogy hogyan jutottunk el ide, és aztán a kiváltó okot. És így fogjuk megérteni azt, hogy hogyan függnek össze a dolgok a világban. A probléma az, hogy mindenki csak azt látja, ahol van éppen. Mindenki elfogadja azokat az okokat, melyeket neki előadnak. Az eredmény az, ami meghatározza, hogy ki áll a dolgok mögött. Nem a pénz, nem a hatalom. Az eredmény az, ami meghatározza, hogy ki az, aki a dolgokat irányítja. Ezzel azt szerettem volna bemutatni, hogy az időjárás módosítás egy valós dolog, és amennyiben az ember kutat, rá fog jönni arra, hogy minden egyes eleme a valóságnak, melyre eddig azt hitte, hogy egy összeesküvés elmélet, igaznak fog bizonyulni, és abban az időszakban élünk, ahol, amint azt a korábbi videók is bemutatták már, elmondják az igazságot, mert tudják, hogy már mindegy. Remélem hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, Shalom és Hallelujah!